A miniszterelnök a gazdasági bevándorlók megállításáról beszélt, a kormány szóvivő ma már menekültekről, ami nem teljesen ugyanaz. Mindenesetre kaptunk választ, az unión kívülről ne jöjjön nem politikai menekült. Benyúr Rita összeállítása. Izmirből jöttem, úgy hívnak a városomat. 8 éve élek Magyarországon. Kisasszalmi vagyok, Törökországból jöttem, 9 éve Pesten vagyok. Törökországból jöttem, most 5. éve itt vagyok, és annyira boldog vagyok, jól érzem magam. Köszönöm szépen, Magyarország! Egy török testvérpári ez a belvárosi gyroszos. 3 török és több magyar alkalmazottjuk is van. Amikor jöttem, nehéz volt, nem tudtam semmi, egy szó se magyarul. És utána tanultam, magam tanfolyamba mentem. 3-4 hónap tanfolyamba mentem. És utána saját munkát csináltunk, éttermet nyitottunk. És 5 éve étteremben foglalkozom. Ti küldtök haza pénzt, vagy amit ti itt kerestek, az itt is marad? Itt is maradt, itt befektetünk, és tovább is itt fog maradni. A magyarok szeretnek titeket? Könnyen befogadtak? Igen, igen. Kulturálisan jócskán eltérő közegből érkeztek, nem politikai okokból jöttek el, és harmadik, vagyis nem uniós országból érkeztek. Vagyis elsőre úgy tűnik, pont olyanok, akikről Orbán Viktor beszélt. A bevándorlásról, hogy az rossz dolog, a bevándorlás egész egyszerűen rossz dolog. A bevándorlást meg kell állítani, a bevándorlást korlátozni akaró politika nyerjen polgárjogot Európában. Nem fog megtörténni, hogy a bevándorlók célpontjává váljon Magyarország. Orbán Viktor vasárnapi interjújában 6-szor mondta ki azt a szót, hogy bevándorló. Konzekvensen ezt használta. Ma viszont a kormány szóvivő már menekültekről beszélt, ami koránt sem ugyanaz. Olyan menekültekről beszélünk, akik azért jönnek Európába, hogy hasznot húzzanak abból az európai ellátórendszerből, amelyben sokkal kedvezőbb körülmények közé kerülhetnek, mint saját kiinduló országukból. Az adatok azt mutatják, hogy nem igaz az a hiedelem, hogy a bevándorlók nem dolgoznak, és az állam tartja el őket. Míg a magyarok között 49% a foglalkoztatottság, az unióból érkezők között 59%, a harmadik országból bevándorlottaknál 56,5%. Ráadásul közöttük a legnagyobb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. Nem akarunk tőlünk különböző, kulturális tulajdonságokkal és háttérrel jelentkező jelentős kisebbséget látni magunk között. Magyarországot szeretnénk Magyarországként megtartani. Arra is megpróbáltunk választ kapni, hogy kit tekint a kormány eltérő kulturális hátterűnek. A jelentős kulturális eltérésekben olyan típusú menekültekről beszélünk, akik nem az európai kultúrkörből érkeznek. Erre utaltam egyébként az előző 4 pontban is. Magyarán az Afrikából, Fekete Afrikából érkező, illetve a közép- és közel-keletről érkező olyan menekülők, illetve bevándorlókról beszélünk, akik az európai kultúrához való kapcsolódása minimum problematikus. A riport elején bemutatott török testvérpárral tehát úgy tűnik nincs gond, és ha lesz is, ők maradnak. Itt nagyon szeretem itt lenni, ha meddig élek, addig itt vagyok Pesten. Itt is leszek.